sziasztok! Üdvözlök innen mindenkit, Imre Majorból. Most jöttem a kis vonattal Balatonfenyves felől. És az a terv, hogy el fogok menni Csisztáig. Megnézem, hogy halad az építkezés. Yeah. Beski András volt itt húsvét hétfőn, még amikor áprilisban. És ma akkor is elég előre haladott állapotban volt az építkezés. Hát azóta már eltelt 2 hónap. És ott megy a háttérben a vonat. Ugye Somogy-Szentpál fele. És egy kicsivel alé van az elágazás, ahol majd Csiszta fele is fog járni a vonat. Hogyha most igazak a hírek, amiket tegnap hallottam, akkor július 1-től megindul a közlekedés. Tehát egy olyan szűk 2 héten belül. Úgyhogy valószínűleg ma az utolsó simításokat végzik a vonalon. És hát erről fogok én most egy videót csinálni. És ezt nézzétek. Megmaradt egy sínszál, bizony itt valaha rakodóvágány volt. És bizony ez még az eredeti állapot. Ugye ezek a 7 vagy 9 kilós ilyen nagyon vékony, ilyen cérna vékony sínek. Hát igen, egykor az egész vonal ilyen volt. Ezt nézzétek, van itt egy pár sínszál. Hát ezek vagy beépítése várnak, vagy innen bontották ki valahonnan. Az a Somogy-Szentpáli és ott a Csisztai. Lehetünk, tehát úgy látom már a váltókörzet is megvan, de majd kicsit közelebb megyek és azt megnézem. És bizony itt látszik, a váltókörzet már megvan újítva, és bizony, itt vannak a sínszálak. Ez már Csiszta fele vezet, és ott van a géplánc is. Na, így néz ki a gépláncnak ez a része. Itt ez meg tudja emelni az egész pályatestet, alá tudja verni, be tudja szabályozni. Tehát gyakorlatilag bármit el lehet végezni, amit korábban kézi erővel kellett. És valószínűleg hétvégén nem dolgoznak, ezért hagyták itt. És errefele meg már az új pálya. Hoppá. Szelvénykövöket is ledakták, csak még szám nincs rajta. Hát azért haladnak. És látjátok, szelvénykövek is megvannak. De ez már csak az utolsó simítás, hogy a szelvényszámokat rá kell írni. És egyébként mindjárt mutatok. Közelebbről egy betonaljat. 2020-as gyártású. És 48-as. És egyébként a sinek is 48-asok. Tehát ez gyakorlatilag egy keskeny nyomtávú fővonali pálya. Főleg az ágyazat is teljesen új bazaltkőből van. Az engedélyezett sebesség 25 km per óra lesz, hogy a kisvasút többi részén, de a kocsik annyira annak levizsgáztatva, de egyébként maga a felépítmény az legalább a duplájára alkalmas lenne, csak ugye ez egy turisztikai célú vasút, meg ilyen kiránduló, és arra elég a 25-ös sebesség, hogy így egy tájba gyönyörködésre a vonatból igazából nem is kell több. És Csisztafürdőig van körülbelül egy olyan 5-6 km. Ott pedig időben sokat nem lehetne azzal nyerni, hogyha 25 helyett 50-nel menne a vonat. 4-5 percet maximum. És akkor bemutatom a sínbiciklit. Igazából, hogy elég lassan és óvatosan tolod, akkor ameddig nem esik le a vágányok, addig így könnyebb rajta menni. És itt vagyunk az első áteresznél. Emlékeztek a korábbi videóra, meg képeimre, ez már akkor is meg volt, de akkor még csak ez. Tehát itt még akkor el volt gazosodva. És errefele se volt még meg a vágány. És itt akkor még el se kezdték építeni. És először valamikor tavaly április környékén jártunk erre, szintén Becski Andrással. Utána még néhány hónappal később én visszajöttem. Még egyszer helyzet felmérni, és azóta azért látványosan haladt a dolog előre. Tehát eddig amennyit láttam, tényleg az van, hogy ez itt akár már holnap járhatna a vonat jelenállás szerint. És akkor látjátok, hogy még ott a hosszú egyenes. És majd hamarosan majd átmegy a túloldalra. Ott azon a hídon, ami még amikor legutóbb itt jártam, akkor is el volt bontva. Na hát itt vagyunk a hídnál. És látjátok, épült lejáró is, meg itt visszaépült. Meg támfal is. És itt van továbbra is a vágány. Arrafele, hoppá. És ott egy kis kocsi is. És ott a régi híd is. És egyébként látszik, hogy erről is jöttek be. És ott még egy lánctalpas munkagép is van. És hát ott errefele ment tovább a vágány, ott annál a földútnál.
ezt nézzétek, megérkeztünk egy útátjáróhoz. És ahogy látjátok, éppen eljött egy munkavonat is. Van egy pár nagyvasúti betonalja, azt gondolom itt az útátjáróhoz kell. És itt van a pálya, teljesen készen, még egy útátjáró. A visszaépített híd. És ott volt a táskai elágazás régen. Az nem épült vissza, úgy látom, viszont épült oda egy kitérő. Mondjuk erről már olvastam máshol, hogy táskai van a vegyen, nem számolnak, úgyhogy a váltókat is kiszedték, viszont építettek ide egy forgalmi kitérőt. És látjátok a táskai elágazás közelebbről. Ennyi súlykörtés váltó. Felépítmény még ugyanaz, 48-as sínek betonaljakon. És hát így tovább. Na ezt nézzétek. Ennyi maradt a táskai vonalból. És valószínűleg ott egy pici velarrébb van még egy ilyen, hogy a delta vágány volt. Van itt egy pár nagyvasúti betonal is, de hogy minek, az jó kérdés. És itt egy másik újonnan felépült átövesz támfallal mindennel. Itt volt az egykori kundpusztai elágazás, hát nem is meglepő, hogy a váltót innen is kibontották. Sőt, azóta, mióta itt jártam és bejártam azt az elágazást is, nézzétek csak. El van kerítve villanypásztor és tehenek legelnek, de valahol itt vannak a gazba a sinek. Vagyis hát sinek már akkor sem voltak, csak talfák. Azok viszont megvannak egészen az épületekig. Hát itt látjátok a villanypásztor, amivel telelik a teheneket, és hát itt legelnek a tehenek. És itt van a következő útátjáró. Hát itt is utolsó simításokat végzik, és arra megy tovább a vágány. Hát nem tudjuk ezt most követni, megyek majd a földúton, mert kevés az idő. Közeledünk Csiszta fele, és itt van még egy átkelő. Látjátok, erre mondtam, hogy utolsó simítások, hogy itt még az átjárót a szintbe kell hozni, tehát valószínűleg vagy ilyen közül, hogy hát ilyen nagyvasúton megszokott gumielemeket tesztek ide, vagy ezeket a betonaljakat rakják le, vagy leaszfaltozzák. Nagyjából ezek a lehetőségek. Ugye a telelőség meg minden bent van már, csak ugye azért is van lezárva az átjáró, mert jelen állapotban nem használható, és inkább lezárják, nehogy egy közúti jármű fennakadjon rajta. Ó, és itt viszont itt a sztráda. Lehet követni a sineket végig Csisztáig. És akkor ez már az egykori fekete alkor megálló. Hát szintén folytonos a pálya, visszaépült eddig, de a megálló nem épült vissza, mondjuk értető is, mert nincs már itt semmi. És akkor még egy, körülbelül egy kilométer Csiszta, vagy már annyi se, és utána még egy Csiszta fürdő. De onnan meg már egyébként látszik. Úgyhogy akkor most már csak elgurul a Csiszta fürdőig, és megnézzük, hogy a végállomáson mit alkottak. És az egykori Csiszta megálló helyen, ami szintén nem épült vissza, és ott megy a pálya Csiszta puszta fele. Tehát valóban itt már tényleg az utolsó simításokat végzik, tehát nem sok kell már hozzá, hogy a vonat megindulhasson. Tehát szerintem itt két hét múlva reális az, hogy vonatközlekedés lesz. És hát megérkeztünk Csiszta fürdőre, itt épül az új állomás épület. Nyilván ez nem lesz kész elsőjébe, de attól még a forgalmat meg lehet indítani. Az új vágányhálózat, de mit látjátok, már készen van. És ugye három helyett most már két vágányos lett. És ott épül a peron. Gondolom SK55 és Viacolor. Hát még az arra várni kell, de hogyha az elkészül, akkor már mehet a forgalom. És egyébként már az alapanyagok ott vannak hozzá. És hát látjátok, itt van a peronhoz való alapanyag, a Viacolor meg a többiet. Ezt mondjuk két hét alatt meg lehet építeni. Bizony, ez az egyen Viacolor ott van. És erre fele a pálya tovább. Hát innen meg már nincs más dolgom, mint visszaérni a Imre Majori állomásra, úgy körülbelül két órán belül, hogy el tudjam érni a vonatot. És hát akkor látjátok, hogy ez a Csisztai van a jelenlegi állapotában. És remélhetőleg olyan 2-3 hét múlva ezen már vonaton utazhatok. El fogok jönni, hogyha megnyílik. Nem biztos, hogy pont aznap. Sőt, valószínűleg inkább nem, mert akkor lesz a legnagyobb tömeg, de egyszer el fogok jönni és utazok rajta. Úgyhogy köszönöm, hogy ezt a videót is megnéztétek. Lehet, hogy még lesz nyit, de azért a végszót elmondom most. Úgyhogy következő videóban majd találkozunk. Sziasztok!